Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Sziasztok, én Győri Zoltán Gábor vagyok, ez pedig a Mit játszunk blog. A következőkben pedig a Fedőnek négy szem közt című játékot fogom kimondani, és megnézem, hogy mi van a dobozban. A rendkívül dekoratív zöld dobozhoz egy zöld snitzert választottam. Szépen itt vonal mentén megszabadítom ettől az undok gonosz fóliától, amely rabságában tartja ezt a társas játékot. Nos, fólia le. Nagyon sok izgalmas dolgot ígér egyébként a doboz, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy az amúgy meglehetősen sok játékos játékot hogy sikerült két játékos formába megörökíteni, és nyílik a doboz. Aha, rögtön rengeteg kártya fogad. Így van, egy csomó simítózáras tasi. Aha, ezek lesznek a küldetés lapkák, ezek szerint is 5x5-ös rendszerben mozgunk majd, és ugye alapvetően ez egy kooperációra kihegyezett ketten, vagy akár többen is játszható, de inkább ketten játszható társasjáték, ezek lesznek a kódtáblák. Ezek szerint is a 400 új feladvány, Dinnye és Luffy. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e benne kacsacsűrű emlős, hát meglátjuk. Rengeteg kártya, és nagyon sokat jelent a lelkemnek, hogy simító záras tasakok is jöttek, hogy a különböző kártyákat egymáshoz képest ügyesen le tudjuk rendezni, akkor van egy tartókája ennek a kódtáblának, és aha, jaj, de jó, nyomkodós elemek! Istenem, kutya! Kutya! Jaj, ott a kutya, a kedvencem a kutya, mindenféle nénik és bácsik, gondolom, valami azt sem, hogy ezek a civilek lesznek, mert nem nagyon látom magam, mert a kutya egy ilyen AAA kategóriás ügynök lenne. Aha, mindenféle zöld kódok, zöld emberkék, zöld, szuper zöld, kérem szépen, hóember, egyen meg, istenkém, ott a hóember, ott a gonosz hóember, bár nem vagyok le meggyőződve, hogy ő ügynök vagy sem, hát ez majd hamarosan kiderül a játékban. Aha, itt van egy ilyen lap, ami mondom, hogy feladatokat ad majd, én még nem próbáltam a játékot, de amint felavattuk, kipróbáltuk, teljesítettünk, akkor mindenképpen készül majd róla egy bemutató. Aha, meglehetősen sokoldalas, hát őszintén szólva, aha, megszámolható mennyiségű, és itt van egy szabálykönyv, és a kedvencém az ábrák, így van, elhelyezkedés, rengeteg szöveg, de valami azt sugja, hogy ez egyáltalán nem egy kifejezetten komplex, összetett játék, de hogyha hasonlít az alapfedő nevekre, akkor meglehetősen nagy mélységeket rejteget, alig várom, hogy kipróbáljam. Nos, hát alkatrészeit tekintve dobozbontás után így fest a fedőnevek négy szem közt. Úgy látom, hogy a magyar fordítók kielhetik a kreativitásokat már, ami a szavakat illeti, mert megtaláltam a vukkot, tehát vadászok utamból kotrógy, egészen biztos az eredeti cseh nyelven is ezt jelenti a vuk, de itt mindenféle táska, veréb, véreb, vulkán, gömb, mindenféle szó, kérem szépen, rengeteg, 400 új szót ígér. Nagyon várom, hogy kipróbáljam ezt a játékot. Külön köszönöm a Game Clubnak a támogatást, a lehetővé tették számomra, hogy bemutathassam nektek, hogy mi van ebben a dobozban. Hamarosan bemutató érkezik majd róla, és egy icipici értékelés is. Remélem, mi hamarabb találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok!